Kis és szürke lesz a mai nap időjárása, borongós lesz az ég felettünk, viszont átlag feletti hőmérsékletre készülhetünk, úgyhogy fázni talán annyira nem fogunk. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok, és remélem, hogy az ünnepek mindenképpen nyugalomban telnek. Kovács Károly egy nagyon hangulatos képet küldött nekünk ez alkalomból, a Bakonyból érkezett hozzánk a fotó, ezúton is nagyon szépen köszönjük. A továbbiakban pedig akár a hasonló képeiket is küldjék el nekünk, a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. Szerencsére a frontok miatt sem kell, hogy fájjon a fejünk. Frontok elkerülnek bennünket, alapvetően egy anticiklon alakítja az időjárásunkat, egy magas nyomás, éppen emiatt a nyugalom miatt tud egy kicsit megülni a köd. Ez éjszaka is előfordult, helyenként sűrű köd is képződött, és néha ma is megmaradnak tartósan makacsul a ködfoltok. Ezeken a területeken egy kicsivel hűvösebb is lesz az idő. Viszont egyéb változékonyságra nem kell számítani. A következő 1-2 órában még gyenge eső, szitálás néhol előfordulhat, de délutánra már ez is megszűnik, úgyhogy csapadékra sem kell készülnünk. És a csúcsértékek is, ahogy említettem, magasabbak lesznek az ilyenkor szokásosnál. Még a leghűvösebb pontokon a Kárpát-medence északi és keleti vonulata mentén is legalább 3-4 fokig húzik a hőmérséklet. A Kárpát-medence déli felében pedig egyértelműen magasabbak lesznek a hőmérsékletértékek, hiszen 10-11 fok is előfordulhat. De olyannyira csípős időre a folytatásban sem kell számítanunk, bár egy kicsit azért visszaesik a hőmérséklet. Szerdáig fokozatosan csökkennek a hőmérsékletértékek, mind napközben, mind pedig az éjszakák során. Viszont utána újra a déli délnyugati szél támad fel, így láthatják önök is, hogy csütörtökön és pénteken 10-11 fok ismételten előfordulhat. Egyébként az éjszakák is hasonlóan alakulnak. Az hét első felében a vastagabb felhőzet miatt is 0 fok feletti minimumokra számíthatunk, majd csökken, szakadozik a felhőzet, és szerdától kezdve még a nap is előbukkan, emiatt éjszaka csípősebb időre is készülnünk kell. A fagyzugos helyeken -6, -7 fok is lehet, viszont napközben kárpótol bennünket a napsütés, hosszabb, rövidebb időre szinte mindenütt kisüt majd a nap. Ettől függetlenül azért nincs kizárva a csapadék esélye, gyenge eső, egy-egy kisebb zápor előfordulhat szinte minden nap, pénteken pedig még nagyobb eséllyel számíthatunk erre, úgyhogy azért túlzottan messzire ne tegyék az esernyőiket, kaphatunk még csapadékot, ha nem is hó formájában. Az ünnepi előkészületek, a fenyőfa díszítés, a közös sütésfőzés után a legnagyobb ajándék az, ha együtt tölthetjük ezeket a napokat a szeretteinkkel. December 25-e Jézus Krisztus földi születésének napja. A húsvét mellett ez a kereszténység második legnagyobb ünnepe. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születési időpontjának megállapításához, a 325-ben tartott níceai zsinat jelölte ki ezt a napot. A karácsonyhoz magyar néphagyomány is társul. Ilyen például a termékenység varázsló rítus, amely főként a Dunántúlon volt szokás, vagy a betlehemezés, amelyet az egész Kárpát-medencében ismernek. Ha útra indulnak a rokonokhoz, vigyázzanak, mert a köd ezúttal is nehezítheti a közlekedést. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, áldott karácsonyt kívánok!